Kiki mérkőzést játszott a Hévíz a Csepel csapatával szemben az NB3 nyugati csoportjában. A hazaiak egy ponttal álltak a meccs kezdetekor a vendégek mögött a tabellán, győzelmük esetén megelőzték volna a Csepelt, és megerősítették volna helyüket a kiesés elleni küzdelemben. A mérkőzés azonban nem a hévízi vágyak szerint alakult. Már a 6. percben vezetést szerzett a Csepel, Haraszkó beadásszerű emelését János a benézte, a nem túl erős labda a kezei között szédült a kapuba. 5 perc múlva pedig érkezett az igazi hideg zuhany. Egy nem igazán veszélyesnek tűnő baloldali csepeli támadás után Somodi szánta el magát lövésre, a labda a hálóban kötött ki. A védelem ezúttal sem állt feladat magaslatán. A gól után rákapcsolt a Hévíz, ám a vendégek nem álltak beőrizni az eredményt, így élvezetes, fordulatos játék alakulhatott ki a pályán. Nagy lehetőséget kaptak a hazaiak, a 33. percben 11-eshez jutottak, ám Polarecki halvány lövését hárította a vendégek kapusa Lőrinc. A második félidőben derekasan támadott a hazai csapat, viszont a vendégek 2 gólos erőnyük birtokában sem álltak be védekezni, agilis játékukkal megakadályozták a Hévíz próbálkozásait. A pont az íre a mérkőzés végén a 87. percben került. Tucai játékvezető egy buktatásért 11-est ítélt a vendégek javára. Német élt a lehetőséggel, 3-0-ra alakítva az állást és beállítva a végeredményt. Nehéz helyzetbe került a Hévíz, az idei meccsek egy győzelmes, egy döntetlenes és 6 vereséges sorozatát ugyanis jó részt az alsóház csapataival szemben érte el. Mostantól erősebb gárdák ellen kellene megszereznie az NB3 nyugati csoportjában való biztos bentmaradáshoz szükséges pontokat.